és sikerült. Elsőként a gyülekező esőfelhőket elkergetni, az összegyűlt csapatok jókedvével, sportolni akarásával. És a jó idő velünk maradt végig. A 108 éves SMTK fennállásának első sportág választóját tartotta május 14-én az Odon utcában. Az esemény 8 kerületi általános iskola több mint 500, 3. és 4. osztályos diákjai vettek részt. Kerületi sportágválasztón állunk még hozzá, körülbelül 500, közel 550 gyerekkel, ha minden igaz. Mit tudsz nekünk erről mesélni? Ebben az évben először döntött úgy az SMTK, hogy ha már ennyi létesítményt üzemeltetünk, akkor szeretnénk minél több gyereket bevonni ebben a működtetésébe, illetve a használatába, és ezért kitaláltuk, hogy még az osztálykirándulások és a nyári szünet előtt tartanánk egy sportágválasztót, idén a 3.-4. évfolyamnak. Közel 550 gyerek fog most kiáltogatni hozzánk, illetve a szakosztály tagjaiból 130 fő vesz részt ezen a rendezvényen. Leginkább a kerületi iskolákról beszélünk. Igen, egyértelműen a kerületi iskolákat kerestük meg ezzel a felkéréssel. A célunk az, hogy megismerjék a létesítményeinket, az edzőinket, illetve a szakosztályban sportoló gyerekeinket, és megtessen nekik úgy ez a sportág, vagy a 8 sportág közül valamelyik, hogy reményeink szerint csatlakozni fognak hozzánk. Mit lehet ma kipróbálni? A sportágaink közül a jégcsarnokban ugye a jégkorongot, az úszodában a szinkronúszást, illetve az úszást, illetve az úszodának a kertjében a strandröplabdát és az öttusát. A Zodony utcai sporttelepünkön pedig fel van állítva 3 darab szőnyeg az ergének, a fitnessnek és a birkózóknak, illetve a focipályán a kézilabda és a labdarúgás vesz részt. Mik a benyomások, a gyerekek mennyire szeretnek sportolni? A gyerekek nagyon szeretnek mozogni, és pluszban nekik egy nagyon nagy öröm, hogy ezt most iskolai tanítási nap keretén belül tehetik meg. A rendezvényre a képviselőtestület több tagja is ellátogatott. Somodi Klára, az Egészségügyi és Sportbizottság elnöke mellett ott volt Juhász Lajosné alpolgármester, valamint Komoróci László és Fekete László is. A programon Haróth János a klub elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Szabados Ákos polgármester nyitotta meg a sportnapot. Én, mint a mai rendezvény házigazdája üdvözlöm Önöket, külön köszöntöm a mai rendezvény megjelent polgármester urat, alpolgármester asszony, sportbizottság elnök asszonyát, sporttanácsnok urat, illetve képviselő urakat. Valami nagyon örülök, hogy Önök, mint pedagógusok elkísérték a gyerekeket a szülőkkel együtt. Köszönöm azt a segítséget, amit megadtak. Én azt kérem, hogy érezzék jó magukat, válasszanak ki sportágat, sportoljanak, mozogjanak. Mivel sikerült közösen a felnőket előzünk, én azt hiszem, hogy jó időben fogunk egy igazán jó SMTK-s sportnapot tartani. Szervusztok, jó napot kívánok! Azt gondolom, hogy minden lényeges információt már Haróth úr, az SMTK elnöke elmondott, hogy a 108 éves egyesület történetében ez az első ilyen nagy sportválasztó nap, úgyhogy gratulálok a szervezőknek, köszönjük az edzőknek és a kísérőpedagógusoknak a munkát. Nektek gyerekek meg azt kívánom, hogy egy nagyon kellemes és sikeres napban legyen részetek, és lehetőleg minél többen választanak majd olyan sportágat, amit nekik megtetszik, és majd gyakorolják az elkövetkezendő időben az ezzel kapcsolatos tevékenységet. Úgyhogy még egyszer engedjétek meg, hogy minden résztvevőt üdvözöljek Pest Erzsébet önkormányzata és képviselő testülete nevében. Külön köszönöm a alpolgármester asszonynak és a sportbizottság elnökének, képviselő társaimnak is, hogy lejöttek és itt vannak velünk ezen a szép napon. Reméljük, hogy az idő így is marad. Minden jót kívánok nektek a mai napra. Majd következett a közös bemelegítés. A fitness szakosztály vezetője, Kajzinger Ágnes és csapata által vezetett zenés bemelegítő után a gyerekek a műfüves pályán a labdarúgást és a kézilabdát próbálhatták ki. A füves területen pedig ritmikus sportgimnasztika, fitness és birkózó bemutatót nézhettek és próbálhattak is ki. Veszív a levegő, veszív, kifúj, veszív, kifúj, veszív, gyerünk Barna Dávid, veszív, kifúj, helybe jár. Egyben jár!
rendezvényen lehetőség volt különböző sportágak kipróbálására három helyszínen. A Jégcsarnokban, a Zodony utcai sporttelepen, a Pest-Erzsébeti uszodában, ahol az érdeklődőknek bemutatóval is készültek a szakosztály versenyzői. Hogy mennyire fontos a mindennapokban a sport, mit adhat a gyerekeknek? Sportolnak az iskolában? Mennyire szeretik a gyerekek? Igen, sportolnak, minden év folyamunkon testnevelés tagozat működik, és 4 évenként indítjuk a köznevelési típusú sportosztályunkat, akik birkozó osztály, és idén indultottuk el úgy, hogy a lányoknak fitnesszel párhuzamosan. Tehát fiúk birkoznak, a lányok fitnesszel edzésre járnak. És mik a tapasztalatok? Mennyire szeretik ezt a gyerekek? Nagyon szeretik. Nagyon nagy túljelentkezésünk is van minden egyes évben a testnevelés tagozatokra. Nagyon népszerű a szülők körében. Mit szól ehhez a sportág választóhoz? Nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk. Már évek óta kijárunk, mert a gyerekek így közvetlen testközelből kipróbálhatják, és átérezhetik minden egyes sportágnak a gyönyörűségét, és nagyon nagy kedvel is jöttünk. Mit szóltok a sporthoz? Mi a kedvenc sportotok? Nekem a futball. És miért szereted a focit? Hát élvezetes. És kipróbálnál esetleg mást is? Igen. És mi az, amit most itt helyben ki fogsz próbálni majd a sportágválasztón? Szeretném a focit, a röplabdát, meg hát mindent. Köszönöm. Mi a kedvenc sportod? Nekem a birkózás. Miért szereted a birkózást? Hát... De esetleg gyakorlod is, tehát űzöd a birkozást? Igen, hát eredményes is vagyok. Nyertem Budapest bajnokságokat. Szeretem a birkozást. Szerinted miért fontos az, hogy sportoljon egy gyerek? Hát az egészség, a... mozgékonyá tesz, erősebb leszek tőle, ezek. Otthon a családdal szoktatok eljárni ide-oda sportolni? Hát a kistesóm úszik, és ennyi. És most itt mit fogsz kipróbálni? Ki szeretném próbálni a birkózást, röplabdát és a focit. Tamás, mit szoktál sportolni? Sportolsz? Nem sportolok, de nagyon szeretem a röplabdát. És a röplabdát csak szereted, vagy azért néha űzöd is? Hát néha az udvaron játszok a barátommal. És mi az, amit még szoktál játszani, és mi az, amit majd szeretsz? Hát a focit azt nem szeretem. Hát még a birkót azt nagyon szeretem. Miért fontos a sport? Miért jó az, hogyha kint vagytok a szabadba? Azért jó, hogy az egészségünket megőrizzük, meg hogy mozgassuk a testünket. Iskolában sokat szoktál sportolni? Nem, de próbálkozom.
És azt, hogyha hétvége van, a családdal kimozdultok? Néha, igen. És mi az, amit itt most neki fogsz látni, és mindenképpen ki fogod próbálni? Labda meg a birkó. A szervezésbe, a helyszínek berendezésétől kezdve a bemutatókig, az SMTK-s sportolói is beszálltak, 130 gyerek, illetve fiatal járult hozzá a sportnap sikeréhez. A nap végén minden gyerek kapott egy-egy sportszeletet, azok az iskolák pedig, amelyek teljes létszámú osztályokkal jelentek meg, osztályonként 40 000 forint értékű, sportszervásárlásra felhasználható utalvánnyal gazdagodtak az SMTK jóvoltából.